kegyelmet ad békességet. Június 10-én adták át a felújított evangélikus templomot Varsádon. A beruházásra pályázatok segítségével kerülhetett sor, és így a templom külsője és szigetelése is megújulhatott. A templom mellett az új paplakot is átadták, ahol a ceremónia után vendégül látták az egybegyűlteket. 2021-ben pályáztunk először a Bethlen Gábor alaphoz, egyházi alaphoz, az evangélikus templomunknak a felújítására, mivel nagyon rossz állapotba kerültek már a falak, ugye felvizesedett, innentől kezdve ugye a plafon is potyogni kezdett, úgyhogy muszáj volt kezdenünk valamit a templommal, hogyha szeretnénk az utókornak megőrizni, már pedig kötelességünk megőrizni, hisz tudni kell a templomunkról, hogy 1786-ban épült, tehát az őseink, az anno ide települt német telepesek építették ezt a templomot, és úgy a német nemzetiségi önkormányzatunk, illetve az evangélikus gyülekezetünknek fontos, hogy megőrizzük a utókornak ezt a patinás épületet. A felújításban akadályozó tényező volt az épület nedvessége, de egy további támogatásnak és egy melegebb nyárnak hála a templom falai kellően kiszáradtak, így a munkálatok megkezdődhettek, és most már használható is az építmény. Jó látni azt, hogy az én választókörzetemben is, illetve egyáltalán Tolna vármegyében is több egyházi közösségi teret tudtunk felújítani, illetve templomot tudtunk megújítani. Így Varsádon is két pályázatnak köszönhetően a varsádi evangélikus templomnak elkészült a külső renoválása. Először 14 millió forintot nyertek erre, és azért, hogy ez be legyen burkolva, szigetelve legyen, erre újabb 6 millió forintot nyertek, tehát több mint 20 millió forintból készült el a külső része. Reméljük, hogy nem sokára a templom belseje is megújulhat. A varsádi evangélikus templom még nem tökéletes, hiszen a belsejét is szeretnék megújítani, kicsinosítani. Az újonnan átadott paplak pedig a hidegebb téli időben is használható lesz templomi szertartások lebonyolítására, és egyéb rendezvényeknek is otthont tud majd adni.